Nagyon tetszik az előadás, nagyon szép minden, jól érezzük magunkat, elég ritkán jutunk el, de hát jó minden, csak jót tudok mondani a színészekről is, magáról a színházról is, minden nagyon szuper, tetszik az előadás. Én 10-esből 6-os-7-esre értékelnénk az eddigit. Semmi gond a színészi játékkal, nagyon jó a történet, és szerintem kell hozzá háttérinformáció, hogy végig tud követni. Testvérem az annyi kritikát fogalmazott meg, hogy nagyon sok helyre kell ahhoz figyelni, hogy összeálljon, hogy most akkor hol vagyunk, kivel vagyunk, éppen földrajzilag hol járunk. Nagyon átjön az angol humor, illetve az, hogy hát igen, a britek milyenek. De összességében úgy kicsit ül. Hát úgy, ennyi tudnánk így az első felvonásra. Nem éljük a második, azért még tartogat izgalmakat. Élvezetes és izgalmas, most látom először. Nagyon tetszik a szereposztás. Zseniális színészeket válogattak be a darabra, úgy gondolom. Szerintem ez a színdarab nagyon vicces és tényleg kellemes, meg ilyen könnyed a hangulata. És eddig nekem nagyon tetszik, és jó az egész műnek a benyomása számomra. Nekem nagyon tetszik őszintén szóval, ugyanis én még nem olvastam a könyvet, lehet, hogy ez nem éppen egy előnyös dolog, de még nem olvastam a könyvet, és filmet sem láttam. Így nekem első benyomás abszolút pozitív, tehát nagyon tetszett, és különösen jó, hogy vannak színészek, akiket ismerek már itt a színházban korábbról, darabokból, és tényleg fantasztikus, nagyon jól érzem magam. Nekem is nagyon tetszik az előadás, illetve a plusz meglepő dolog számomra az az volt, hogy mindamellett, hogy egy történelmi háttere van a dolognak, megpróbálják kicsit modernabb szemszögben előadni, illetve a hozzászólásai a színészeknek, meg igazából nem tudom szavakba önteni, tényleg nagyon jó az előadás. Nekem nagyon tetszett. Nekem nagyon tetszik, én a könyvet ismerem, tudom a történetet, nagyon jó a gegek benne, nagyon tetszenek, voltak benne érdekes újdonságok, például az a kis vonat megjelenítése, szerintem szuper az előadás, én jól érzem magam.